Csesznekivár a Bakony-hegységben található. Az erődítmény az 1241-42-es tatárjárás utáni nagyvárépítési korszak szülötte. Az első várat a bána-nembeli Cseszneki Jakab királyi karthordozó emeltette 1263 körül, egy védelemre kiválóan alkalmas sziklacsúcson. Később Károly Róbert király csatolta az uralkodói birtokokhoz a vadban bővelkedő területet. ...1392-ben luxemburgi Zsigmond a Cseszneki várat, az uradalmához tartozó 31 községgel együtt, a garai főnemesi famíliának adta át, azok délvidéki birtokaiért. Mátyás király 1483-ban kincstárnokának, Szapolyai Istvánnak adományozta. ...1594-ben Győr elestét követően a vár török kézre került, de már 1598-ban sikerült visszafoglalni. A háborús idők elmúltával a vár szerepe megváltozott. Az Ordon kővárat az Eszterházi grófok egy kényelmes lakhatást biztosító, barokk kastéllyá alakították át. ...1810-ben egy földrengés majd tűzvésztette végképp lakhatatlanná. A várat 2017-től kezdődően a Nemzeti Várprogram keretében felújítják.